Szép estét kívánok a Gyöngyösi Városi Televízió nézőinek. Önök a Fogadóra soron következő adását látják, melyben a képviselőtestület elmúlt heti döntéseiről fogunk most beszélgetni, illetve a legfontosabb döntésekről. Köszöntöm a stúdiónk vendégeit, Hisz György polgármester urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Kévés Tamás alpolgármester urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! És dr. Tatár László alpolgármester urat, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Polgármester úr, elkezdődött a 2018-as tervezés. Ilyenkor még koncepciót tárgyal az önkormányzat novemberben, azt is tudjuk, hogy ez ugyan nem kötelező, de mégis megszabja azt az útirányt, hogy hogy sikerült a 2017-es év, milyen tanúságokat lehet belőle levonni, illetve hogy a 2018-as évet mik fogják majd meghatározni. Ez ügyben hogy sikerült ez a tárgyalás a grémium tekintetében? Szerintem viszonylag egybe csöngtek a vélemények, és az a fő irány, ami évek óta tudunk tartani, hogy egy kiegyensúlyozott gazdálkodás hitelfelvétel nélkül lehetőleg minden lehetőséget kihasználva, hogy külső forrásokat vonjunk be, pályázatokat, úgy az önkormányzat, mint cégeink, intézményeink, hogy tudjunk fejleszteni, gyarapítani, és mindezt még egyszer mondom, hitelfelvétel nélkül. És az is egy törekvése az önkormányzatnak, képviselőknek, hogy minden évben legyen szabad forrás fejlesztésre. Ugye, ami eddig minden költségvetési tárgyalásnál nagyon nehezen jön össze, hogy azt az igényt, hogy a város fejlődjön, azokon kívül, hogy Európai Uniós pályázatokat nyertünk, még saját forrásból is jelentős pénzeket áldozzunk kisebb-nagyobb beruházásokra. Úgyhogy az a tendencia is tart évek óta, ami egyik oldalon nagyon jó, hogy az adóbevételek növekednek, tehát a bevételi oldal a részünkről növekszik, de az elgondolkodtató, hogy az összes önkormányzati kiadásnak vagy a költségvetésnek 26%-át kapjuk az államtól normatívaként. Az összes többit, ami saját forrásaink, adóbevételeink biztosítják. És ilyenkor fájó az a pont, amit mindig elmondtunk, hogy azok a tervek, amik a jó adó erőképesség miatt éri a várost, vagy éri azokat a településeket, most környékben mondjuk két település, Detk, Visonta, ugye a nagy adóbevétel miatt éri negatívan őket, hogy a normatívát nem kapjuk meg. Ez idén ilyen 30-40 milliós növekedés, tehát 670 valahány millió forint ott nem kapunk meg az államtól, ezt a adóerőképesség miatt. Növekszik a szolidaritási adó, és növekszik a gyermek élelmezésre fordított. Egy se olyan feladat, amit önként vállalunk, ez közel 1 milliárdos. Tehát ha ez ilyen rejtett tartalékként, fejlesztésként ott lenne, ez tényleg jó lenne. És ugye megfogalmazódott, és ez majd hármunk felé lesz nagy feladat, hogy az első fordulós költségvetésnél próbáljunk olyan forrásokat találni úgy, hogy ne csorbítsuk a kultúrát, a nem kötelező civil szféra, kultúra, sport, stb. Hát ez nehéz feladvány lesz, mert mindenki többet akar, ugye jönnek be, és idén vagy jövőre megint béremelés, ennek a hatásait is be kell számítani, mert munkaerőpiacon nekünk is versenyezni kell cégeinknek, hivatalnak, intézményeinknek, tehát óvatatlanul is növekszik az irányú kiadás. Ezzel együtt majd úgy kell bővészkednünk, az első fordulóba találjunk olyan szabad forrásokat, ezt a testület megfogalmazta a tavalyi szinten egy 200 millió forintot legalább, ami fejlesztésre fordítható. De ebbe egyetértés volt, azt gondolom, a testület tagjai között. Köszönöm. A polgármester úr, nyilvánvaló, hogy ez egy koncepció, egy irányvonal, hogy mégis miből élt az önkormányzat 2017-ben, mik voltak azok a pontok, amelyek jól sikerültek, és hogy jövőre mik maradnak meg, vannak új elképzelések, vagy új stratégiai pontok 2018-ra vonatkozóan? Ez a koncepció megalkotása mindig egy ilyen sötétbe tapogatózás egyébként. Az irányelveket leírjuk, elfogadjuk, de nem most enni a napirendi pontnál fogunk nagyokat vitázni, meg alkotni, úgy gondolom, mert nem, tényleg nem volt vita, volt módosító indítvány, de igazából az igazi vita akkor lesz majd, és ütköztetés a frakció. Én nem is nagyon vitának mondom ezt, mert meg tudjuk általában győzni egymást, nem könnyen, de azt gondolom észérvek alapján igen. Viszont a 2018. január 5-6-7-én, amikor tudjuk azt, hogy mennyi lesz az állami támogatás bizonyos feladatokhoz,
mennyi lesz éppen az előbb említett ugye, szolidaritási adó, amelyik emelkedett 10%-a 70-ről 80-ra, ugye ez a beszámítás alapja. Mi akkor látjuk meg, hogy mennyi a állami normatíva bizonyos feladatokhoz, ami ebből egyébként a szolidaritási adóból levonható, tehát hogyha az nyilvánvalóan növekszik, akkor, illetve ha csökken, mert általában növekedni sajnos a támogatás nem szokott, akkor ugye nekünk kell azokat a feladatokat saját büdzséből ellátni ugyanolyan színvonalon. Tehát látva azt, hogy ezeket a számokat, én nagyon nehéz év elé fogunk nézni, és látva a képviselőknek az elszántságát abban, hogy akkor szeretnek és akkor nyomnak szívesen igent a költségvetés első és második fordulójára, tehát az egész éves költségvetésre, hogyha látnak saját olyan fejlesztési lehetőségeket, amelyeket ők maguk tudnak, vagy akár a frakciók betenni, igent nyomni, tehát ő kijönni avval, hogy ő mit szeretne fejleszteni. Ennek van egy jó része is egyébként, azt gondolom az, hogy a körzeti képviselők tudják azt, hogy mi a feladat, és nem tényleg azt gondolom, hogy bagatellis olyan dolgokra, amiben hát nem biztos, hogy előre viszi a várost, olyanra fektetik be ezt a pénzt. Fektetik, javasolnak, tehát mindig azt mondjuk, hogy a frakció pénzekre mi javasolunk, nem a miénk. Tehát ez a 200 millió forintra tettek egy módosító indítványt az egész konceptőt, az egész anyaghoz, amely ugye azt tartalmazta, hogy valamelyes prioritást élvezzen ennek az összegnek az elköltési lehetősége, tehát elsőként a működési kiadásokat rendszerezzük. Másodszorban ezt a körülbelül 200 millió forintot, amelyiket ugye fel tudjuk úgy osztani, hogy tehát 2-2 egyarányba frakciókat mondok, és nem körzeteket, tehát a javaslattételre a frakciók így javasolnak. És ugye harmadsorban pedig azt, amelyik nem kötelező feladatunk, tehát a civil szféra támogatása, a sport, a kultúra és egyéb. Most itt lesznek majd ugye ezek a fajta viták, amikor mindenki szeretné minimum azt a támogatást megkapni, akármilyen egyesületről vagy nyugdíjas szervezetről, vagy bármiről beszélünk, ami eddig már neki megvolt. Tehát arról nem szívesen venne vissza. Volt egy időszak egyébként nem enni a testületnél, hanem egy másiknál, amelyik ebből megpróbált faragni, nem jó szájíze volt. Tehát nekünk arra kell törekedni, hogy nyilvánvalóan a kiadási oldalt ezen szinten ne csökkentsük, meg még tudjunk betenni egy 200 milliónyi fejlesztési összeget, meg még ezen felül ugye város érdekű feladatokat is ellássunk. Hiszen azért egyáltalán nem mindegy, hogy a képviselők, akik ugye mondjuk körülbelül szétosztva 20-22 millió forint jutott egy-egy körzetre, ugye nyilván a frakciók másképp osszák fel a pénzt, van akinek több nyertes körzete van a frakción belül, van akinek kevésbé. Van, aki jobban meg tud esetleg város érdekű feladatot, van, aki meg inkább körzeti feladatot. No de, mi a város érdek? Mindig ezt kérdezzük meg. Én szemszögömből azt mondom, hogy az én most megint a saját közletemet hozom elő, de megpróbálok másikat is. Azt gondolom, hogy város érdek lenne már végre mondjuk a Vargák terét, vagy a Zsellér közt rehabilitálni. Ahol azt gondolom, hogy egyetlen egy olyan körzet van szinte Gyöngyösön, ahol még nagyon sok utcában a kavicson vagy a földön járnak. Tehát azt kellene elsősorban megoldani, és nem biztos, hogy nem hasonlítom semmi feladathoz. Viszont vannak nyilvánvalóan a 80-asi körzetekben is, ahol például a csapadékvízelvezetés kell megoldani, mert az már az is város érdeknek minősület. És nagyon sok ilyen van, amit azt mondom, hogy valahol hát mégiscsak prioritás kéne élvezzen az előtt, a feladatkör előtt, amit egyébként egy képviselő meghatároz. Most a rám jutó keretből, és megint csak a saját körzetemet nézem, ha nem város érdekből gondolkodok egy Vargák terének a szilárd burkolattal való ellátása, vagy a csapadékvíz kiváltását, amit meg kell oldanunk, azon bőven nem elég az, ami egyébként arra a körzetre jut, ami az én fejlesztési összegem ebbe a körzetbe. Elnézést, egy kicsit többet beszélek róla, de szerintem érdemes ezt kibeszélnünk. Tehát én azt gondolom, hogy ezeket a feladatokat valahol itt lesz a probléma, amikor megpróbáljuk egymást meggyőzni, hogy melyiknek van prioritása, és melyik kevésbé. Örömteli egyébként az anyagban, és az is kiderül, mondjuk inkább az adórendeletnél láttuk, hogy több adó folyt be ebben az évben. Remélhetőleg bár 20-án lesz ugye nyilván az adófeltöltés, de nagy a valószínűség, hogy több adó folyik be, mint amennyi eredetileg meg lett tervezve. Ez is egy optimális gondolkodásra adhat okot, hiszen akkor ebbe az évbe is több pénzzel tudunk számolni. Na de jöttek bele, és majd a későbbi napi rendeknél biztos, hogy beszélni fogunk róla, olyan nem várt kiadási oldal is, amely azért hát bőven a költségvetést ilyen-olyan irányba, de elbillegteti. Többször elhangzott a két eddigi
beszélgető partnertől, hogy a tervezés nagyon fontos. Alpolgármester úr, hogy látja? 2017-ben a tervezésekről sokat beszélgettünk, szinte minden műsorban volt valami pénzügyi jelentőségű beszámoló, amely azt a stratégiát követte, hogy jól sikerült a városnak a beütemezett terveit megvalósítani. Ön hogy látja ezt és a 2018-as tervezést? Én egy kicsit mindig ilyenkor párhuzamba állítom a 2017-es mérlegkészítést és a 2018-as lehetőségeinket. Én úgy gondolom, hogy 2017-ben egy sikeres működés zárt a város. Nagyon sok fejlesztést meg tudtunk valósítani. Nyilván fejlesztésekben nincs elég, még több kellene, de amit ki lehetett a 2017-es költségvetési évből hozni, én úgy gondolom, azt megtettük, és én úgy gondolom, hogy a város nagyon szépen megújult, nagyon szépen fejlődött. Vannak problémás területek, nyilvánvalóan a koncepciónak, a koncepció készítésének ez is egy lehetséges módja, hogy számba vegyük a 17-es év gyengeségeit és erősségeit. Mind a mellett én alapvetően azt látom fontosnak, ami indokolja, hogy a koncepció készítést önálló napirendként behozzuk, hogy egyáltalán a testület tisztában legyen, hogy milyen nagy költségvetési előírásoknak megfelelően, mivel kell számolnunk a jövőben, ezt a pénzügyi igazgatóság elkészítette. Én úgy gondolom, hogy itt is vannak fájdalmas pontok, amiket megélünk, de ugyanakkor én mindig tavaly előtt is elmondtam, hogy akár a szolidaritási adó, akár az adóerős képességből adódó elvonások, szóval Magyarországnak egységesen kell fejlődeni, mint ahogy azt mondom, hogy a városnak is egységesen kell fejlődeni. És olyan pénzelvonások történnek szolidáris adó és egyéb címen, ahol önhibáján kívül hátrányos helyzetű településeknek is a túlélést, a fejlődést biztosítani kell. Tehát ez egyrészről egy törvényszerű előírat. Nyilvánvalóan ez bennünket, hogyha a számok tükrében és a fejlesztési lehetőségeink tükrében nézzük, bizony ez a közel adóerőképességnél számított 6-700 millió forint, illetve a szolidaritási adóból származó összegek, ezek közelítenek valóban tényszerűen az 1 milliárd forinthoz. Most maga a költségvetési koncepció kapcsán én úgy gondolom, hogy azért nagyjából körvonalazódott frakcióknak, képviselőknek az a szilárd elhatározás, hogy a testület többsége a nyertes képviselőként nyilvánvalóan a saját körzetük vonatkozásában szeretnének szabad fejlesztési forrással rendelkezni, és mindez a jelenlegi számítások szerint minimálisan egy 200 millió forintos igényt jelent, amit egyébként nehéz lesz összerakni, tehát ez egy nagyon sziszifuszi munka lesz, ugyanis ahhoz, hogy ezeket a fejlesztési forrásokat a növekvő adóbevételek ellenére, a jól prosperáló gyöngyösi gazdaság működése ellenére bizony, a civil szférától, tehát sok olyan egyéb nem kötelező feladattól kell visszafogni forrást, amivel tudjuk ezt a többletet biztosítani. De én úgy gondolom, ha az egyensúlyt meg tudjuk teremteni, akkor 18-ba is úgy tudunk neki menni, hogy a nagy pályázatok mellett a belső források is szerintem szépen fognak mutatkozni, és azért ez évről évre megújul Gyöngyös városa, tehát én csak pozitív tapasztalatot kaptam városlakóktól is, mondom, a gyengeségek ellenére, de hát ezt kell kezelnünk, hát ez a feladatunk. Köszönöm szépen, itt szó esett, a polgármester úr kíván reagálni, parancsol. Csak hogy értsük azt a dilemmát, hogy már most a koncepciónál, meg különböző anyagoknál, meg lehet, hogy ma is szó lesz róla, hogy miért nehéz, amit Laci mondott, miért lesz nehéz összeszedni a 200 milliót. És én abszolút nem gondolkodom civil szféra, meg kultúra megnyírmálásába. Inkább olyan költségeket kéne lefaragnunk, amiben minden érdeksérelme jár, de mondok három területet. Ugye tárgyaljuk majd pont rendkívülésen holnap, köztisztasági. Tehát a cégünk azt mondta, hogy sok mindent javítana, stb., de 42 millió forinttal több pénz kéne. Van mögött sor indokolt tétel, bérekemelése, idei, jövő évi, főleg a jövő évi hatása, hulladéklerakásnak a megemelt díja, és sok minden költség növekedés. De ez plusz 42 millió forint a költségvetésben. Ha semmit nem adunk, akkor nem tudjuk, hogy
jó szolgáltatás lesz. Ha adunk valamennyit, elismerünk, akkor korrektek vagyunk, mert valóban emelkedett a költség. Vagy egy másik téma, hogy az autóbusz közlekedésnél. A testület sokáig abban a hitben élt, hogy amit a költségvetésre betervezünk, hogy 40 millió forintot fizetünk a volánnak a veszteség kompenzálására, vagy egyáltalán, hogy nullszaldós legyen, az valóságban 86 millió ebbe az évbe. 86 millió forint iszonyatos nagy pénz. Most azon gondolkodunk majd decemberi testületés, hogy hogy tudunk. De ez is egy érdeksérelemmel fog majd járni. De muszáj racionalizálni, mert kidobott pénznek tűnik. Hát a volán kimutatása szerint is vannak járatok, ami nulla utassal közlekedik. Öttel, de az öt volán dolgozó, aki a északi város részben, lemegy a volán telepre, vagy ott valamelyik munkahelyre. Tehát ebbe is, vagy azt mondom, hogy még égetőbb dolog, 24 órás orvosi ügyelet. Ugye jött egy javaslat, hogy most 10 milliót adunk a ügyelethez, de 35-öt kérnek. Érthető? 2000 forintos, 2500 forintos ügyeleti díjak vannak az orvosnak. Szeretnénk 4000-re emelni. Ennek ez az ára? Na most mit lépünk? Megadjuk, felét adjuk, átalakítjuk. Tehát, és nem egy ilyen terület van. Lehet, hogy azt kell mondanunk, hogy nem lesz most annyira. Tehát nem csak a civil szféra, meg a kultúra, sport, ami között vannak kötelező feladatok is, tehát nem mindig, nem mindönként, könyvtár, műfázba, államisat finanszírozás, de nagy dilema lesz, és majd valahol február végére remélem, hogy kisimul, és lesz egy normális költségvetésünk. Hát nem is véletlen, hogy ennyi fordulóban kell ezt tárgyalni, hiszen ezt nagyon sok szemszögből meg kell vizsgálni. Alpolgármester úr is jelezte még a hozzászólást. Pont két tételt mondott polgármester úr, ami nyilván lesz még beszélgetésünk a köztisztaságról is, igen, meg a buszról is, tehát nem kezdem el azt, mert egyébként egybefonhatjuk, mert gyakorlatilag szerves része. Ez érinti a költségvetést. Hát szerves része, és ha most nem úgy döntünk, egyébként nem dönthetünk másképpen, az a probléma, mert a volánnal szóló szerződésünkben ez mind benne van, és ez egy évet ölel föl, amiről beszélünk most, hogy hiába 40 millió egy évbe az, amit adunk, viszont ők a saját költség elszámolásuk alapján igényt tartanak még egész évet tekintve, tehát nem naptári évet, hanem a tavalyi negyed évet beleszámol, és ezt a háromnegyed évet, tehát onnantól egy év, még 40-valahány millió forintra. De itt az a probléma, hogy ez nekünk ebben kötelezettségünk van sajnos kifizetni. Tehát nem mondhatjuk azt, hogy egyébként nem fizetjük, nyilvánvalóan változtathatunk a helyi járat sűrűségét, nagyon sok mindenen változtathatnánk, bele is tudnánk igen keményen nyúlni ugye a helyi járatba, de azt gondolom, hogy nem az a fontos. És nem vagyunk, és most itt hagyd mondjam el a kedves nézőknek, hogy sajnos nem vagyunk egy súlycsoportba a megyei jogú városokkal sem, ahol úgy kistafingolungozzák a helyi járat közlekedést, hogy új buszokat kapnak, hogy olyan olcsó kisfogyasztású buszokkal tudnak szállítani, amit mi egyszerűen nincs is rá lehetőségünk. Elektromos buszokkal kap mondjuk egy Tatabánya. Tehát hogyan tudunk mi ezekkel versenyezni? Sehogy. És erre mondom azt, hogy ez milyen jó lenne kormányzatban. Kapunk 3 millió forintot mondjuk állami támogatást a helyi járat közlekedésünkre. Hát mennyi az a 80 millióhoz? Azt gondolom semmi. Tehát ezt nekünk saját magunknak kell helybe kitermelni, vagy, már bocsánat, de itt vagyunk ennyien, bele kell nézni a helyi lakosok szemébe, és azt kell mondani, hogy nem, sajnos ezt a járatot lehúzzuk. Na ez a legnehezebb dolog. És mindegyik, az egész költségvetésnél ez a legnehezebb dolog, hogy belenézzünk azoknak az embereknek a szemébe, akikkel valamelyest érdeksérelem merül fel, hogy mit tegyünk. Viszont a másik oldalon meg mindenki elvárja tőlünk a bizonyos fejlesztéseket. Az legyen közvilágítás, az legyen járda, út, szépítés, városszépítés, mindenben. Viszont ahhoz mind költség kell. És valahonnan át kell csoportosítjuk. Csak ez nagyon nehéz, és ez egy költségvetésnek a legnehezebb része. Hát nyilván nem is a jó szándék hiányzik, hanem nem. Logisztika is megvan, hanem igen a tervezési számok. És még egyet hagyd mondjak el ugyanennél a napirendi pontnál, hogy azért azt kell lássuk, hogy mi saját erőből fejlesztünk nagyon sok pénzt. És azért, mikor egy ciklus végén egy képviselőtestület el tudja magáról mondani azt, hogy kérem szépen én ennyi pénzt, vagy ennyi fejlesztést tudtam adni a városomnak, akkor abba bele kell tartozzon az is, ami egyébként valahol akár a toppos pályázatokon, vagy bármin keresztül hozzánk érkezik. Tehát abból, megmondom őszintén, tragédia lesz, hogyha azokból a beígért pályázatokból, amire a képviselőtestület 2014-ben úgy nagyjából kiválogatta, hogy mit szeretne, valamilyen úton, módon nem is merek arra gondolni, hogy ezek valamelyest vagy lelassulnak, vagy nem valósulnak meg.
mert az is a képviselőtestületnek a munkáját eredményezi. Valahol közös munkáját kell, hogy eredményezze. Az, hogy az okai, hogyha valami oknál fogva nem valósulnak meg, az nyilván már máshol keresendő, de komplexen kell nézni ezt az egész fejlesztést és az egész 5 éves munkánkat, amiket majd mi itt be fogunk számolni a ciklus végén. Hát igen, számos útvesztőn kell keresztül mennie egy-egy elfogadott dolognak is, hiszen azért mire döntés születik, mire olyan helyzetbe kerül azért az idő. Polgármester úr, az első időnek lassan a végére érünk, de azért kezdjünk bele ebbe a helyi adózás mértékébe is, hiszen el is hangzott, hogy a helyi adó mértéke azért nagyban meghatározza meg egy tisztességes adókövető magatartást tanúsít Gyöngyös városa. A elmúlt testületi ülésen 2 tekintetben is érintett ilyen témát az önkormányzat, az egyik a garázsadó, a másik pedig az ingatlanokon történő reklám dolgok kihegyezése. Itt az egyiknél csökkentés is történt. Polgármester úr, mit történt a helyi adók mértékének a vizsgálatakor? Egy alapvető szándék az volt, hogy a 2014-15-ös évben elhatározottakon túl se növelés, se csökkentés ne legyen. Magyarul, amikor akkor csökkentettük a építményadót a kis és közepes cégeknél, meg elengedtük a 1,5 millió forintos adóalap alatti vállalkozóknak a iparűzési adóját, illetve 70 év fölöttieknek a kommunális adóját, nem terveztünk. Tehát azt mondtuk, hogy tényleg jó fizet az állampolgár, jó fizetnek a cégek. Az összes adó nem az iparűzési adót kivéve messze a lehetőség alatt vetünk ki adót. Az iparűzési adó van csúcson. És tényleg, ahogy alpolgármester mondta, hogy hál' Istennek a gazdaság jó teljesít a városba, adja Isten, hogy így legyen jövőre is. Tehát nem akartunk növekményt. Ugye bejött egy törvényi módosítás, hogy adót lehet, kell most nem tudom a pontos szöveget, a reklámhordozókra kivetni. Ugye ebben mi 1000 forintot, 12.000 forint per négyzetméterig terjed a kivethető adó. Erre volt egy javaslat, volt magasabb javaslat is, végül a 3.000 forintot fogadtuk el. Tehát azok a reklámcégek, akik óriás plakát, City Life, stb. Kint vannak a közterületeken, házfalakon, stb. Ezeket majd jövő évtől lehet adóztatni. Ami csökkenés következett be, annak meg egy érdekes a logikája, mert a bizottsági javaslat úgy volt, hogy emeljük a idegenforgalomadót 10 forinttal, 440-ről 450-re, és az fedezetet nyújt arra, hogy viszont csökkentsük a garázsadókat. Érdekes logika mellett, mert valóban, hogy a garázsoknál ott csökkentettünk adót, ahol a legkisebb városi hozzájárulás meg beruházás igény van. Tehát akik családi ház, családi házastelken, házba együtt van a garázs és a lakás, stb. Ott igazából már megvan a infrastruktúra, van közvilágítás, út, minden. Más esetekben meg eléggé drágán tudunk garázsokhoz közszolgáltatásokat vinni, tehát csapadékvizelvezetést, utat, útfelújítást, kátyúzást, ez mind sok-sok 10 millió forintba kerül. Aztán egy ilyen hibrid, hogy azoknak csökkentsük, de a többieknek meg ne emeljünk, tehát lett egy ilyen hibrid megoldás, de ez is bizottsági javaslatra, az eredeti szándék nem volt se csökkentése, se növelésre. Köszönöm szépen a polgármester úr. Hát annyi, hogy ugye, igen, a idegenforgalom, hogy a polgármester úr említette, hogy az egyiknél egy növekményt próbáljunk, a másiknál pedig egy csökkentést. A növekményt nem fogadtuk el, a 10 forintos növekményt, tulajdonképpen a csökkentést meg elfogadtuk. Tehát ez egy nagyon pici adókiesést ugye fog jelenteni nekünk. Amit még nem fogadtunk és be volt terjesztve, az pedig a műemlékvédettségű ingatlanoknak az 50%-kal mérséklését az adó. Nyilván az elképzelés az teljesen azt gondolom, hogy érthető. Az előterjesztő részéről viszont más módon megpróbáljuk majd évközben, illetve akár mivel kompenzálni ezt a lehetőséget nekik. Nyilvánvalóan itt az lenne a cél egyébként, hogy a műemlékvédelmi védettségű épületeket költse rá azt a pénzt. Tehát ne azért, hogy azért adjunk neki kevesebbet, mert egyébként ő műemlék védettségű ingatlanbér, hanem hogy valamivel próbáljuk meg ösztönözni, vagy segíteni azt, hogy elég szigorúak a műemlékvédelmi előírások, és ő mondjuk annak megfelelően is tudjon rákölteni az épületére. Ugye reklámadóról beszéltünk, nem tartom,
Tehát véleményemet nem akarom elmondani róla. Nyilvánvalóan annyiba azért szerencsénk, hogy ezek a reklámcégek nem igazán Gyöngyösön jelennek meg. Tehát nem a helyi adózókat adóztatjuk vele valamelyet. Helyi reklám jelenik meg itt. Igen, helyi reklám, de általában nem gyöngyösi cégek ezek. Na most ebből körülbelül ebből a 3000 forint per négyzetméter per évvel egy 4,5 millió forintnyi bevételre tezhetünk szert. És az, amit mondtam előzőleg, hogy ha emelkedő adóbevételek vannak, ez is azt prognosztizálja, hogy azért az adó, tehát a jó a működő gazdaságunk, és minden szinten látszik, hogy az adóbevételek, tehát nem csak az ingatlan, hanem a gépjármű és egyébben is jobban teljesítünk. És azt még szeretném elmondani, hogy ugye sokan várják azt tőlünk, hogy csökkentsük ugye akár az iparőrzési adót. Nekünk az a probléma, hogy egy 10% csökkentéssel 50 millió bevétel kiesésünk jelentkezik. Uraim, van egy olyan hírem, hogy ez a rész a beszélgetésünknek véget ért, de nem olyan sokáig, hiszen reklám után fogjuk folytatni. Én nagyon szépen köszönöm a válaszaikat a pénzügyi kérdéseimre vonatkozóan. Kedves nézőink, rövidesen folytatjuk a reklám után, maradjanak velünk.